Az országos tiszti főorvos az egész ország területén fenntartja a hőségriasztást 2024. július 21. vasárnap éjfélig. A Magyar Nemzeti Galéria október 13-ig meghosszabbítja az Így történt a holokauszt korai emlékezetes szemtanú művészek alkotásain című tárlatát. Az izraeli parlament nyilatkozatot fogadott el, és ebben állást foglalt a független palesztin állam létrejötte ellen. 401 támogató szavazattal Ursula von der Leyent választotta meg az Európai Bizottság elnökének az Európai Parlament. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti tévé híradóját látják, belföldi híreink. A babaváró hitel a családtámogatási rendszer egyik legsikeresebb eleme, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára, jelezve, hogy ebben a hónapban 500 pár vette igénybe a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó 2 év türelmi időt. Az év végéig ez a szám várhatóan eléri a 10 000-et. Benede Attila elmondta, a babaváró hitelt már 250 000 házas pár vette igénybe, összesen 2400 milliárd forint értékben, és idén eddig már többen és nagyobb összegben, mint a múlt év azonos időszakában. Már 158 000 családban összesen 210 000 gyermek született a babaváró támogatási konstrukcióban. 2010 óta pedig legalább 180 000 olyan gyermek született, aki a családtámogatási intézkedések nélkül nem jött volna világra. A nemrég bejelentett 2 év türelmi idő azokra vonatkozik, akik 2019. július 1 és 2021. június 30 között vették fel a babaváró hitelt, és még nem született gyermekük, ismertette a helyettes államtitkár. Az országos tiszti főorvos az egész ország területén fenntartja a hőségriasztást július 19. péntek éjféltől 2024. július 21. vasárnap éjfélig. Azonban a Hungaromet előrejelzése alapján harmadfokról másodfokra módosította. Szerda éjfélig 5, csütörtök éjfélig 3 megyére azonban továbbra is a legmagasabb fokozatú figyelmeztetés marad érvényben. A hőség miatt már júniusban észlelhetően megnőtt az áramfogyasztás Magyarországon, és a hét első két napján megdőlt a mindenkori nyári magyarországi áramfogyasztási rekord is. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet, hogy ezekben az időszakokban fogyasszunk minél több folyadékot, figyeljünk a megfelelő ruházatra és a fényvédelemre. Amennyiben lehetséges, tartózkodjunk naponta több órát légkondicionált helyiségben, vagy használjunk ventilátort. A Magyar Nemzeti Galéria október 13-ig hosszabbítja meg az Így történt, a holokauszt korai emlékezete szemtanú művészek alkotásain című tárlatát. A 80 évvel ezelőtt lezajlott magyarországi holokauszt emlékezetét bemutató kiállítás október 13-ig meghosszabbítva tekinthető meg a Magyar Nemzeti Galériában. A tárlaton a közönség számára máig szinte ismeretlen műegyüttes látható, olyan zsidó származású szemtanúvá váló képzőművészek, zömmel 44 és 47 között készült egyedi és sokszorosított grafikái, albumai, amelyek a koncentrációs táborok, a gettó vagy a munkaszolgálat mindennapjait örökítik meg, narratív, figuratív, sőt sokszor képregényszerű formában. Az albumok személyesek, intimek, ugyanakkor az egész világnak szóló tanúságtételek. A holokauszt képzőművészeti ábrázolása, a szemtanú művészek nézőpontja, a látottak művészi dokumentálása kulcsfontosságú a holokauszt megértéséhez, értelmezéséhez, az idő múlásával, a túlélők emlékezetének halványulásával ezek az alkotások rendkívüli mementókká is válnak. A kiállítás közel 30 művész, többek között Kádár Béla, Bálint Endre és Gedő Ilka munkáit mutatja be. Külföldi híreink. Az izraeli parlament nyilatkozatot fogadott el, és ebben állást foglalt a független palesztin állam létrejötte ellen. A Knesset 68 igen és 9 nem szavazattal elfogadott nyilatkozata ellenzi a palesztin állam létrehozását a Jordán folyótól nyugatra, még egy esetlegesen Izraellel folytatott tárgyalásos rendezés részeként is. A lépést az izraeli kormánykoalíció pártjainak tagjai mellett támogatta több jobboldali és ellenzéki képviselő is. Nem volt jelen a szavazáson Benjamin Netanyahu miniszterelnök és a Yair Lapid vezette centrista ellenzéki Van Jövő párt. Igennel szavazott Benny Gantz, centristának tekintett nemzeti táborpártjának elnöke és 3 képviselője. Nemmel voksoltak a Szociáldemokrata Munkapárt és az Arab Pártok törvényhozói. A helyben hagyott szöveg szerint a palesztin állam létrehozása Izrael földjének szívében egzisztenciális veszélyt jelentene Izraelre és polgáraira.
állandósítaná a palesztin-izraeli viszályt és destabilizálná a térséget. A szélsőséges palesztin-hamas szervezethez közel álló Jamaa Iszlamia csoport csütörtökön bejelentette, hogy izraeli légicsapásban meghalt az egyik vezetőjük, akinek járművét Kelet-Libanonban vették célba. Azóta, hogy Izrael és a Hamas között a palesztinok lakta gázai övezetben, október 7-én fegyveres konfliktus kezdődött, a libanoni síta Hezbollah szervezet, valamint más a palesztin iszlamista mozgalmat támogató szövetséges csoportok fegyvereikből naponta nyitnak tüzet a libanoni-izraeli határon. A Jamaa Iszlamia most azt közölte, hogy parancsnoka Mohamed Hamed Jabarra egy ellenséges drón csapásában halt meg, amely a kis teherautóját vette célba a kelet-libanoni Beka völgyben. A dokumentumot a helyi hivatalos hírügynökség hozta nyilvánosságra. Az 1960-ban alakult Jamaa Iszlamia szoros kapcsolatban áll a Hamasszal, amellyel állítása szerint Dél-Libanonból hajt végre támadásokat Izrael ellen. Még mindig 120 túsz van fogságban a gázai övezetben, és még mindig folynak a tárgyalások a szabadulásokat lehetővé tévő tűzszüneti megállapodásról. Órákkal azt követően, hogy a média idézte a Mossad kémszolgálat vezetőjét, David Barnaát, amint figyelmeztette a minisztereket, a fogságban lévő lányoknak nincs idejük. A 13-as csatorna arról számolt be, hogy a megjegyzés Ben-Gvir miniszter szokatlan kijelentése nyomán történt, aki azt javasolta, hogy várják meg az amerikai választások eredményét. A kormányülésen a Mossad vezetője ismertette a miniszterekkel a megállapodásról szóló tárgyalások aktualizált részleteit, Mohamed Deif likvidálási kísérletének következményeit és Izrael álláspontját. A megbeszélés során Itamar Ben-Gvir miniszter közölte, a megállapodás megkötése most pofont jelent Trumpnak, ami Biden győzelme lesz. A jelenlévő miniszterek támadták Ben-Gvirt ezért a kijelentéséért. 401 támogató szavazattal Ursula von der Leyent választotta meg az Európai Bizottság elnökének az Európai Parlament erről szóló csütörtöki strasbourgi titkos szavazásán. A többséghez 361 voksra volt szükség a 720 fős testületben. Nem fogom elfogadni, hogy a demagógok és a szélsőségesek tönkretegyék európai életmódunkat, hogy Európát belülről vagy kívülről szétszakítsák, hogy társadalmaink szélsőséges polarizációja elfogadottá váljon, ezért készen állok, hogy a harc élére álljak az Európai Parlament összes demokratikus erejével együtt. Jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök jelöltje Strasbourgban, az Uniós Parlament csütörtöki plenáris ülésén elhangzott közel egy órás beszédében. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy az európaiak a bizonytalanság időszakát élik, miközben egyértelmű kísérlet folyik a társadalmak megosztására és polarizálására. Mélységesen aggasztanak ezek a tendenciák, de meggyőződésem, hogy egy erős Európa képes megfelelni a kihívásoknak. Az elnök jelölt elmondta, a következő uniós ciklus első számú prioritása a jólét és a versenyképesség fokozása lesz. Ehhez az egységes piac elmélyítésére, kevesebb bürokráciára, jobb végrehajtásra és gyorsabb engedélyezésre van szükség. Von der Leyen olyan alelnök kinevezését tervezi az Európai Bizottságba, aki segíti majd ezt a folyamatot annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások versenyképessége növekedjen. Dmitrij Peszkov, orosz elnöki szóvivő, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság vezetőjének uniós védelmi unióról szóló elképzelését kommentálva azt mondta, megerősíti az európai államok általános hangulatát a konfrontáció és a feszültség fokozódása felé. Oroszország nem jelentett és nem jelent fenyegetést senkire az Európai Unióban, és megvédi érdekeit Ukrajnában, jelentette ki Peszkov, orosz elnöki szóvivő. Az Orosz Föderáció nem jelentett és nem jelent fenyegetést senkire, Ukrajnában pedig megvédi érdekeit olyan körülmények között, amikor az Európai Unió országai kizárták a párbeszéd és az orosz aggodalmak figyelembevételének lehetőségét. Ezek azok a realitások, amelyekben élnünk kell, és természetesen mindez arra kényszerít bennünket, hogy ennek megfelelően alakítsuk külpolitikai megközelítésünket, mondta Peszkov arra a kérdésre, hogyan reagálta a Kreml Ursula von der Leyen az Európai Bizottság vezetőjének nyilatkozatára. Egy rendőr meghalt, és további egy pedig megsebesült, amikor csütörtök éjjel lövöldözés tört ki a Bosznia-Hercegovina és Szerbia közötti határátkelőnél, közölte Ivica Dačić, szerb belügyminiszter. A tájékoztatás szerint a rendőrök igazoltatás céljából egy Mercedes-típusú szerb rendszámú autót állítottak meg, benne két férfi ült.
Az igazoltatás során az egyik férfi kiszállt az autóból, majd rálőtt a rendőrökre. Egyiküket mellkason, a másikat vállon lőtte, majd megszökött. A rendőröket kórházba szállították, de a mellkason lőtt rendőr belehalt sérüléseibe. Kollégája állapota stabil. A helyszínelés során egy Hajziri Artan névre Koszovóban kiállított útlevelet találtak. Az elkövető ellenkörözést adtak ki, drónokkal és helikopterekkel is keresik a 33 éves férfit, az autósofőrjét letartóztatták. Békeszeretetből vízummentességet vezet be Fehéroroszország 35 európai ország, közöttük Magyarország állampolgárai számára 2024. július 21-től december 31-ig, közölte a Fehéroros Külügyminisztérium, melyet az RVK orosz hírportál idézett. 2022 óta vízummentesség a Litvánia, Lettország és Lengyelország állampolgárai számára érvényben van. A vízummentes be- és kilépés minden közúti és vasúti határátkelőnél érvényes. A vízum nélküli fehéroroszországi tartózkodás maximális időtartama 30 nap. A Fehéroroszország területére a vízummentes rendszer keretében belépők az Oroszországi Föderáció kivételével folytathatják az átutazást harmadik országba, a repülőtéri határátkelőkön is, közölte az Állami Határőrizeti Bizottság sajtószolgálata. Dél-Korea elnöke csütörtökön kinevezett egy volt észak-koreai diplomatát miniszterhelyettesnek, ami az eddigi legmagasabb szintű kormányzati pozíció az Észak-Koreából délre menekültek körében. Tae Yong-ho az Észak-Korea londoni nagykövetségének alkalmazottja volt, amikor 2016-ban Dél-Koreába dezertált. Elmondása szerint azért menekült el hazájából, mert nem akarta, hogy gyermekei nyomorúságos életet éljenek Észak-Koreában, továbbá kétségbe esett a fenyeni vezető tisztviselő kivégzése miatt, és mindemellett Észak-Korea nukleáris ambíciói is aggasztották. Észak-Korea a dezertálás után emberi söpredéknek nevezte volt diplomatáját, és azzal vádolta, hogy állami pénzeket sikkasztott, illetve egyéb bűncselekményeket is elkövetett. Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök most annak az egyesületnek a főtitkárává nevezte ki Tae-t, amely neki is tanácsot ad a két Korea békés egyesítésének lehetőségeivel kapcsolatban. Ezzel a kinevezéssel Tae lett az első észak-koreai dezertőr, aki helyettes miniszteri pozíciót tölthet be Dél-Koreában. A férfit már 2020-ban beválasztották az ország parlamentjébe. Koronavírussal fertőződött meg Joe Biden. Az elnök lemondta kampányprogramját, közölte a Fehérház. A közlemény szerint az elnök be van oltva, és az ismétlő vakcinát is megkapta, ezért tünetei enyhék, de hazautazik, ahol karanténba vonul. Ez alatt az idő alatt is ellátja a hivatali teendőit, a Fehérház pedig rendszeres tájékoztatást ad az elnök állapotáról, közölte az elnöki hivatal szóvivője. Kevin O'Connor, az elnök orvosa arról számolt be, hogy Joe Biden szerdán többek között általános rossz közérzetre, valamint köhögése és felső légúti tünetekre panaszkodott, amiután elvégezték a tesztet. Hozzátette, hogy megkezdték a gyógyszeres kezelését is. Joe Biden Nevada állambeli kampányútját szakította meg, miután a COVID-19 tesztje pozitív lett. Az újraválasztásáért induló elnök helyi idő szerint szerte délután a latin-amerikai származásúak fontos szervezete a Unidos gyűlésén tartott volna beszédet Las Vegasban. Az eseményt lemondták. Híreinkről bővebben a BrailleRepress.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma is mindenütt marad a fokozatosan mérséklődő hőség. Este nyugodt, felhős lesz az égbolt, a hőmérséklet pedig 33 és 37 fok körül alakul. Én köszönöm figyelmüket, szép napot kívánok, viszontlátásra!